Szia Erzsike, szeretettel gratulálok az új üzleti szinten eléréséhez, a Starage-hoz. Starage-en bármilyen fogyasztó lehet, aki kellő ideig fogyasztja a termékeket, de viszont már elérted a Starage szinten. Mit jelent ez a számodra? Ez számomra azt jelenti, hogy most már tényleg valami picikét letettem az asztalra, és érzem azt, hogy tényleg most már kezdek üzletékítővé válni, nem csak életem még fogyasztó. És vannak munkatársaim, akik következetesen mindenkodnak. Hogyan szponzorálod a munkatársaidat, hiszen te egy kis faluban élsz az ország szélén, milyen eszközöket használsz? Én végül is, én amikor becsatlakoztam, én azért csatlakoztam a DX-hez, mert nyújtott egy olyan, és ajánlott egy olyan dolgot, amivel online kezdett el dolgozni, és nem szerettem a házalost. A termék megfogott, mivel magas vérnyomásos voltam, és abban az időszakban már ilyen napi 50 vérnyomás csökkentőt volt fölírva, és ezt most már le tudtam teljesen nagyon minimálisan redukálni, tehát naponta két fajtát szedek ki, de viszont egy és egy fél, egy negyed és egy fél szemet szedek egy egyetőtől. És úgymond a termék az egyből megfogott, tehát bizonyított, és úgy voltam vele, hogy ha nekem sikerül, tehát vannak tapasztalataim és jó tapasztalataim, akkor ezt el tudom másnak is mondani. Most nekem a érdeklődőim főleg az én korosztályomból vannak, akiknek már van valamilyen betegsége. Most akinek megtetszik a dolog és szeretné kipróbálni, az vagy becsatlakozik, vagy vásárolva válik. Nekem van olyan munkatársam, aki pont most minősültessenap, aki révén én úgy lettem, ő úgy csatlakozott be, hogy ő csak vásárol. És ő hozzá is már léptem az ölta be, így hamarabb megetnek ő is az S-szín. És ő is használja a terméket, tehát ő is el tudja mondani, hogy mennyire jó a termékük. De amikor vele találkoztunk, üzletet kerestél. Milyen célod volt ezzel? Igen, üzletet kerestem egy olyan, amivel alkotók olyan helyzetben voltam, hogy meg kellett oldanom, hogy tudom, hogy helyzetemet tulajdonképpen, és úgy értem, hogy ez a üzletet. Mit nyújt számodra a DX-en? Minden. Mit üzensz azoknak, akik kacérkodnak az online üzletépítés gondolatával? Miért érdemes oda belevágni? Azért érdemes belevágni, mert nagyon kis befektetéssel hozzá tud kezdeni. A cég minden biztosít, tehát adta a hátteret biztosítja, amivel online el tud kezdeni dolgozni az ember. Nyilvánvaló, aki nem teljesen van otthon az online világában, tud tanulni, mert minden eszközt megkapunk, tehát oktatóanyagokat megkapunk interneten keresztül. Illetve én azt mondom, hogy én papadosan építkezek, mert nekem a telefonom minden. Tehát annyira nem ismerem az online, hogy én annyira profi dolgot szerkeztek, ilyesmit, de ezzel a módszere is lehet adni, nyilván megértem a rövid. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy melyik részét szereted a legjobban? Telefonálom. Szívesen épít ezt kapcsolatban. Igen. További sok sikert kívánunk a munkákat, és szépen. Köszönöm szépen.